Üdv mindenkinek, én Sebestyén Imre vagyok, és a múltkori kis bohóckodós videó után egy kicsit komolyabb témára szeretnék rátérni, és ez a hőszigetelés lenne, ami az én munkám. Én ezt csinálom már idestől 13 éve. Ebből 5 év az külföld, Luxemburg, Belgium, Németország, Ausztria, szóval esetleg kérdőre vonnál valaki a szakmai hozzáértésemet, nyugodtan megtérteni, nyilván én sem tudok mindent, de a legjobb tudásom szerint. És el szeretném nektek mondani, hogy mire kell figyelni, mikor az ember hőszigetel. Tehát itt ez egy nagyon jó példa, láthatok 3 hőszigetelő lapot. Ez a grafitos, ő a kőzetgyapot, ő pedig a hagyományos liketszel. Ez most mind a 3 15 cm-es. Szóval, nagyjából ezekről mit kell tudni? Én, amit leginkább preferálok és a legjobban támogatom, ő nyilván a kőzetgyapot. A legjobb hőszigetelő képességgel rendelkezik, a legjobb légáteresztő képességgel, valamint tűzálló, és még sok pozitívumot lehet róla mondani. Aztán nálam a második helyen van a grafit. Árarány értékben ez valamivel olcsóbb, mint a kőzetgyapot, tehát ő a legdrágább. Utána következik a grafitos. Az hőszigetelő képességére annyit kell tudni, hogy valamivel jobb, mint a sima, átlagos liketszel. Nem sokkal, de valamennyivel, és az utolsó helyen áll a régi hagyományos polisztirol lap, hőszigetelő lemez, a fehér. Ezekről azt kell tudni, hogy ezek a piros csíkosak, tehát ami azt jelenti, hogy UV állók, ezek mennek kültére, nyilván liketszelnek is több fajtája van, van a fekete csíkos, a sárga csíkos, ami betonalás, stb. Ebben most nem menjünk bele. Na már most! Igen, és a lávazati, őt szoktuk a lávazati lenni, ő a vízszigetelés miatt kell, ennek viszont a hőszigetelő képessége a leggyengébb, de viszont ő is egy 15 centis, tehát ő nem a hőszigetelő képessége miért használjuk, hanem ez lezárja a lávazatot, a víz nem tud alulról feljönni. Na most, itt vagyunk ennél a kis házikónál, ezt kezdtük el szigetelni. A legrosszabb ház, a legrosszabb kombináció, mivel vegyes építés, ez egy régi építésű házikó, van benne kisméretű tégla, vályog, beton, tehát mindent, amit lehetett össze, katyfasztottak annak idején a kövesek, és az durva, hogy nagyon rossz a kivitelezés, tehát nézzétek meg. Tehát se függő, se sík, se egyenes. Nyilván én próbálom kihozni belőle a legjobbat. Itt egyébként egy kémény van. Ide rakunk kőzetgyapotot a tűzgátlóság miatt. Valamint még azt tudom mindenkinek javasolni, ha elkezdi a szigetelést, hogy a járda szint alá mindenképpen menjünk le egy kicsit. Hát érdemes a járdát visszabontani, vagy esetleg felvágni. Aztán még azt szeretném elmondani, hogy ez itt telibe például vályog, és mint láthatjátok, liketszelt rakunk a sima fehéret. Tudjátok, hogy ezzel mi a baj. Gyorsan akkor még ebbe belemegyek, hogy megértsétek. Tehát különböző építőanyagoknak más a szilárdsága, a hőtartása, a vízfelvevő képessége. Tudjátok, hogy a vályog az egy régebb építőanyagnak minősül, és azt kell tudni, hogy hőszigetelő képessége nem olyan rossz, de viszont sok vizet vesz föl. Ami azt jelenti, hogy olyan, mint a szivacs. Tehát, most tegyük fel, itt a vályogfal simán le van vakolva, bár ennek a sártapasztás, tehát a sárral való vakulás lenne a sajátja, ami igen, Isten igazából a vályoghoz kellene, de már ezen egy rendes vakulás van és egy kőporozás. És az a baj ezzel az egész, hogy mi most ezt a hőszigetelést rárakjuk. Hogyha az ember bent tereget, vagy főz, az a baj, hogy pára keletkezik, és ez a pára, ez a vág, ez magába szív, és a vágnak elég sokat kell párolottatnia. Tehát ő most nyomná kifele a vizet, de nem fogja tudni kinyomni, mivel ő nem fog gyengedni a liketszel. Tehát semmiképp sem rakjatok vágni a liketszelt. Valamint, ha esetleg mégis raktok, a szellőztetésre nagyon-nagyon oda kell figyelni.
Tehát napjában többször is szellőztetés, és érdemesebb téli időszakban beszerezni egy szállítógépet, tehát hogy a teregetést próbáljuk elkerülni a házban. Azon kívül még azt szeretném elmondani, hogy általában nyilázzálók, mint itt is látjuk, ki vannak cserélve műanyagra, amivel nincs is semmi gond, meg szép és jó, de viszont az szintén egy olyan dolog, hogy még jobban lezárja a házat. Tehát most ebben hagyjunk bele gyorsabban a lezárja a ház dologba. Ez most a penészről beszélünk, mert ez az egyik tévhit. Hogy mondjam nektek, tehát ez a hőszigetelés, ez már nem lenne útkeletű dolog Magyarországon, mert már elég régóta jelen van, de viszont az embereknek még mindig vannak kérdéseik, sok mindennel nincsenek tisztában, és gyorsan ezt leszeretném tudni. Tehát tegyük fel, van egy téglaházunk, négyszer leszigeteljük, és mondják, hogy penészelik. Miért penészelik? Először beszéljük meg, mi a penész. A penész, bent begyújtunk, tél van kint, hideg a fal. Hideg, meleg találkozik, lecsapódik a pár a falon, penészelik, így van. De van most, a téglaházat leszigeteljük a nikecellel, az azt jelenti, hogy a falunk nem fog tudni lehűlni, mivel a nikecell egy egységes hőmérsékletet biztosít a falnak. Tehát éppen begyújtok, csinálok egy 25 fokot, kívülről nem jön a hideg, mivel a nikecell nem engedi, ezért a falnak egy állandó hőmérséklete van, ezért nem lesz penészes. Tehát a téglára a nikecell tökéletes, semmi baj nincs vele, nyilván ugyanúgy szellőztetni kell egy kicsit, de nem olyan nagy mennyiségben, mint a vályognál. Viszont a vályognak a buktatója, vályog, nikecell, leszigeteljük, víz nem tud elmenni, bent lecsapódik, penészedik. Tehát, amit javasolni tudok mindenkinek, vályogháznál kőzeggyapotot vegyen, azzal szigeteljen, téglaháznál tökéletesen megfelel a sima nikecell. Én azt mondom, hogy minimum 10 cm-es szigetelést ajánlok mindenkinek, az már egy viszonylag elég jó. A szigetelő képességre annyit kell tudni, hogy egy 5 cm-es szigetelés, az kb. Egy B30-as téglának felel meg, egy B30-as tégla szigetelő képességével megegyező. Tehát egy 10 cm-es az már viszonylag jónak mutató. Valamint, hogyha belebukik bárki egy ilyen ház, vagy belefut, találkozik egy ilyen házzal, mint például ez, várj, hozzak a vízmértéket. Tehát, amit mondtam, hogy se víz, se függő, se egyenes. Láthatjátok? Mert durván sok van benne. Akkor azt javaslom mindenkinek, hogy ne próbáljon a függőre törekedni, nyilván mindig a legjobb ki kell. Falból, amit ki tudunk, de viszont ez lehetett, hogy ez zsinórban legyen, síkban legyen, függőben legyen, ezért próbálja mindenki egy síkra törekedni. Azt jelenti, hogyha ráteszik a vízmértéket, akkor ne kutyogjon, hanem viszonylag stabilan álljon rajta a vízmérték, és akkor nagyjából szemnek, ha jó, akkor a tulajdonos átveszi és megvesz elégedve vele. Nagyjából a szigetelésről ennyit szerettem volna mondani. Ha informatívnak találtátok ezt a kis videót, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és Evestjén Imre voltam, Drász Vujtyesz, sziasztok!